Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Itt vagyunk Sukoron a Vadmadárkórházban, ahol elsősorban sérült madarak mentése zajlik, de ezen kívül helyet kap bármilyen olyan vadállat, akiket valamilyen okból kifolyólag nem lehet már visszaengedni a természetbe. Ezen kívül működik itt egy non-stop madárinkubátor, amit elvileg bárki használhat, de nem most. A következő percekben az is kiderül, hogy mi ennek az oka. Tartsanak velünk! Hát a baj, azt is mondhatom már egy picit cinikusan, hogy a szokásos. Ilyenkor van a legnagyobb forgalom a vadmadárkórházban. Nyáron ilyenkor érkezik a legtöbb beteg, most napi 10-15 madár érkezik hozzánk, sérültek betegek, fiókák, és ez felborítja alkalmanként a kórháznak a költségvetését. Mi egy meglehetősen konzervatív és nagyon óvatos gazdálkodást folytatunk, ami azt jelenti, hogy soha nem költünk túl, soha nem megyünk, nem tartozunk, nem veszünk fel hiteleket. Most eljutottunk arra a szintre, amikor a kórház bevételei vészesen lecsökkentek, amikor új betegek ellátása már kockázatos lenne az itt levők számára, és tulajdonképpen ilyenkor szoktuk lecsökkenteni a bevehető madaraknak a számát. Most is ez történt. A két telephelyünk közül, a sukorói telephelyen, ahol most vagyunk a mentőközpontnak, tulajdonképpen az állatorvosi központjában leállítottuk a madarak átvételét ideiglenesen. A fehérvári helyünkön továbbra is veszünk át madarakat, és jelen pillanatban akkor a költségvetésünk van, ami az éppen a kórházban bennlevő betegek biztonságos ellátását még lehetővé teszi, tehát nincs veszélyben egyetlen madár sem, amelyik a kórházban van, és az igazság van egy pici tartalék is, hiszen bármelyik pillanatban előfordulhat, hogy egy súlyosan sérültet behoznak, és egész egyszerűen nem tudjuk elutasítani őket, tehát az nem történik meg, hogy idehoznak egy madarat és elküldjük. Értelemszerűen az megtörténik, hogy jelen pillanatban az inkubátor nem vesz át madarakat. Ennek viszont van egy másik nagyon gyakorlatias oka is. Amióta ezt a madármentő inkubátort beüzemeltük, azóta lehetőség van 24 órán keresztül itt hagyni a madarakat a kórházban. Ez viszont azt jelenti, hogy jelentősen lecsökkent a személyes átvétel. Tehát ma már nem mi vesszük át a madaraknak egy jelentős részét, hanem az emberek elhelyezik az inkubátorba, és mi utána értesítés alapján jövünk és rendezzük őket. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy megszűnt a személyes beszélgetés, megszűnt a kórház munkájának a bemutatása, vagy annak a lehetőség, hogy elmondjuk, hogy bizony mi itt kizárólag és csak is adományokból működünk, kizárólag támogatásokból finanszírozzuk az egész kórházat, és így jelentősen lecsökkent a madarakkal átvett adományoknak az összege is. És ez sajnos érződik a kórháznak a költségvetésén. Mondhatnám azt, hogy egy picit talán öngól volt ez az inkubátor, ma már el kell ismerni, hiszen az volt a cél, hogy 24 órában bármikor át tudjuk venni bárkitől a madarakat, ennek viszont az lett az eredménye, hogy a hozzátartozó adományt, ami eddig többé-kevésbé beérkezett a madarakkal, az elmaradt, és így lényegesen nagyobb teher hárult ránk. Azt tudni kell a Vadmadárkórházról, hogy magánadományokból, támogatásokból él, tehát nincsen semmiféle fix és állandó bevételünk, forrásunk. Itt annyi pénz van, amennyit kapunk az adományozóktól a madarakkal, illetve amennyit az én saját családom erre még meg tud szavazni és beletesz. Ez a pénz, ez véges, és most ez a pénz csökkent le. Egyébként egy-egy madár esetében mennyi pénzről van szó, hogy hozzávetőlegesen és általában? Nyilván ugye sérüléstől is függ, de úgy általánosságban. Igen, ez teljesen változó. Egy fiókának a felnevelése, ahol inkább a munkának van jelentősége, hiszen az etetett lisztkukac és állati eredetű eleségek azok kisebb tételt jelentenek, ott pár ezer forintról beszélünk, de abban az esetben, amikor egy karcsontöréssel, egy szánytöréssel, egy csonttöréssel érkezik be egy állat, ott az implantátum, az altatás, és a műtétet követő körülbelül három hónapos utógondozás, az bizony eléri a 60-80-100 ezer forintokat is. És ha arra gondolunk, hogy a vadmadárkórházba bejön évi 600 madár, természetesen fiókától a legsúlyosabb sérültekig, és ennek a 600 madárnak a felét vissza is engedjük, ami vadmadármentésben egy nagyon jó arány, akkor azért el lehet képzelni, hogy ez nagyon komoly költségvetést jelent. Két nagy tételünk van, különben a gyógyszerek, illetve az eledelek. Az eledelek jelentős részét szintén meg kell vennünk, ha arra gondolunk, hogy a ragadozó madarak értelemszerűen húsalapú tápot kapnak, vagy táplálékot kapnak, a rovarevőknek a rovareleség, ezek nagyon komoly tételek. Hány állandó lakótok van? Ugye az imént mondtad, hogy nem mindenkit lehet elengedni. A
Igen, ahogy említettem, a 600 madárnak a felét elengedjük, a másik 300 madár az marad. Kétféle módon szerencsétlenek. Az egyik az a csapat, amelyik elpusztul a beérkezést követő tulajdonképpen 48 órán belül, és ez a nagyobbik tétel. És akik itt maradnak, a másik fele az a csoport, akit bár megmentettünk és életben marad, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy él, és további gyógykezelése már nincs szüksége, de valami olyan maradandó károsodást szerzett, amiatt nem visszaengedhető áramtés miatt elvesztette az egyik szárnyát, vagy az egyik lábát, autóbaleset miatt a fél szemét, és a többi. Ha ezeket nem tudjuk visszaengedni, akkor az a vállalás, hogy egy életen át gondozzuk őket, ezt két helyen tesszük, egyrészt a fehérvári telepünkön a Takarodóúton, másrészt pedig itt Sukoron kisebb számban. Összesen azt mondhatom, hogy jelen pillanatban van kb. 80 madarunk, amiatt a két telephelyen jelen pillanatban etetünk, gondozunk, illetve gyógyítunk. És nem csak madarak vannak itt a telepen, őzek is, és mosómedvék. Róluk mit kell tudni, őket hogy befogadtátok? Így van, ha vadmadárkórház az mindenféle vadállatot jelent általában az embereknek, és őszintén szóval nem is nagyon tiltakozom ellene, hiszen iszonyatosan szeretem a többieket is, ezért számtalan vadállat érkezik hozzánk, idén már jött nyest, őz, róka, illetve hát valóban itt van ez a két mosómedve, bár róluk el kell mondani, hogy ők nem a természetből kerültek ide, az összes többi vadon élő nem madár szintén a természetből érkezett, a kis őzeket mezőgazdasági gépek sértették meg, ment át rajtuk a kasza, illetve a tárcsa, a rókát elütötték, illetve egy másikat picike korában árván találták, meg a mögöttem levő kis mókus is egy fészkéből kiesett árva volt, ugyanígy a nyest is. A mosómedvék viszont egy lefoglalásból érkeztek ide. A mosómedvékről azt kell tudni, hogy ezek úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy bár az adott területen nem honos, jelen pillanatban Európában, ezek ugye Észak- és Közép-Amerikából származó állatokról van szó, de abban az esetben, ha itt szabadon engednénk őket, akkor itt is meghonosodnának, itt is el tudnának szaporodni, és jelentős kárt okozhatnak a helyi faunában. Mosómedvék, hogy egy picit hazabeszéljünk, bizony keményen pusztítanák a madárfészkeket, illetve a madárállományt. Ezért az Európai Unió hozott egy olyan rendeletet, hogy a mosómedvéknek a tartása tilos, nem engedélyezett, csak azoké, akiket előtte már tartottak. Tehát házi kedvencként tudunk mosómedvékről, akit korábban tartottak, és amikor megjelent ez a jogszabály, akkor mindenkinek be kellett jelentenie, hogy neki már van egy mosómedvéje. Azok maradhatnak, de újat megvenni, gazdát cserélni, vásárolni nem lehet. Ez a két mosómedve itt a mellettünk levő M7-es autópályán egy ellenőrzés során került a hatóságok kezébe, a tulajdonosai, vagy hát a gazdái nem tudták igazolni a tulajdont, nem tudták igazolni, hogy ez régebb óta már az ő tulajdonukban van, ezért elkobozták őket. És mint a legközelebbi mentőhely, szerencsére, ma már mondhatom, hogy szerencsére, mert örülök nekik, itt helyezték el nálunk, sőt azóta megkértük a tartási engedélyüket is, tehát úgy néz ki, hogy ez a két mosómedve a hatóság döntésének köszönhetően nálunk marad most már. Milyen állandó lakóitok vannak? Még most a madarakra gondolok. Hát a madarak közül itt a röpde soron láthatóak a macskabagjaink. A macskabagjok közül alapvetően autóbalesetesek, szem, illetve szánsérültek vannak. Mellettük, aki ordibált nagyon az előbb, az a puszta isas. Aztán következik egy tarkavércse. A tarkavércse szintén érdekesség, nem honos az Európai Unióban, illetve Európában. Ez szintén egy tenyésztőnek vagy egy sólymásznak volt a madara, de nem voltak rendben a papírja, ezért hozzánk került. Aztán erdélyfüleseket lehet látni, és közvetlen mellette egy uhut, aki szintén egy sérült madár. Azért vannak általában összepárosítva baglyok, erdélyfüles, uhu például egymás mellé, mert így nagyon jól látják az emberek, hogy valójában mekkora különbség van egy erdélyfüles és egy uhu között, mert ha füleket látnak az emberek, akkor azt gondolják, hogy az egy füles bagoly, mert hogy hát fülei vannak, amiről a gyerekek persze tudják, hogy nem a fülük. Így viszont, hogy egymás mellett megmutatjuk, láthatják, hogy milyen picik egy erdélyfüles egy uhóhoz képest, vagy fordítva, hiszen ezek hatalmas állatok. Aztán vannak még kuvikjaink, akik itt költenek, egerészőveink, varjúféléknek egy komoly csapata van nálunk, szarkafiókák, szajkó, dolmányos vetési varjúfiókák érkeznek. Tulajdonképpen leképezzük a magyar madárfaunának a jellegzetességeit, a gyakoriabbakból több, a ritkábbakból kevesebben vannak. Most éppen van két vándorsólyom is nálunk. Az egyik az egy sólymász madár kezelés alatt áll, a másik pedig egy talált fióka, egy talált fiatal madár, akinek az eredetét jelen pillanatban vizsgálják a hatóságok. Nem tudjuk, hogy került oda, ahol megtartották, találták röpképtelenül. Aki szeretne nektek segíteni, az hogyan teheti meg?
De a legfontosabb, hogyha valaki úgy gondolja, hogy madarat szeretne behozni hozzánk, akkor ha lehetősége van rá, és persze ez nem feltétel, akkor támogassa annak az egy madárnak a gyógykezelését. Tulajdonképpen ugyanúgy működünk, mint bármely állatorvosi rendelő, vagy orvosi rendelő, ha bemegyünk és kérünk egy gyógykezelést, akkor azért fizetnünk kell egy állatorvosnál. Itt sincs másképp. Ugyanazok a költségek vannak, annyi különbséggel, hogy valaki a számlát nem akarja kifizetni, vagy senki nem fizeti ki jelen pillanatban a számlát. Ha ebben segítenének nekünk, akkor tulajdonképpen egyszerűbb lenne a helyzetünk, hiszen itt vannak a gondjaink. Hogyha valaki erre nem képes, mert bármilyen oknál fogva és nem tud áldozni rá, az értelemszerűen nem jelenti azt, hogy nem fogadjuk be a madarat, de azt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi nem tudjuk megmenteni a világ összes madarát, és nem is célunk, és a vadmadárkórház nem is mondta azt, és nem is akarja fölvállalni azt, hogy mi meg akarjuk menteni a madarakat, és ehhez kérjük a lakosság vagy bárkinek a segítségét. Mi nem kérjük senkitől azt, hogy nekünk segítsen minél több és több madarat begyűjteni. Azoknak akarunk segíteni, akik valamilyen oknál fogva, valamilyen személyes indítatástól fogva madarat akarnak menteni, és keresnek egy olyan helyet, ahol el tudják látni azt a vadmadarat, annak az összes speciális igényével. Én madarakra, illetve egzotikus állatokra specializálódtam, ez a szakképesítésem az állatorvoslás mellett. Én ehhez értek, én ezt teszem 20 éve, de nem tudom és nem is akarom megmenteni a világ összes madarát, mert erre képtelen vagyok, de nagyon szívesen segítek bárkinek, akinek erre igénye van. Ez viszont azt feltételezi, hogy ne dobják be az inkubátorba egy papír nélkül, egy telefon és egy értesítés nélkül a madarat, és bízzák rám, hogy majd valami történik. Ne hozzanak nekem ide azért madarat, hogy nekem segítsenek madarat menteni, mert erre nincs szükségünk. Ezen mindig megsértődnek, és mindig próbálom elmondani bárkinek is, hogy én nem madár ellenes vagyok, hát ki lenne nagyobb madárbarát, mint én. De egész egyszerűen nem vagyunk képesek ellátni a világ összes madarát, amit behoznak az emberek. Nagyon szomorú és nagyon demotiváló, rossz kedvűvé tett minket ma reggel egy e-mail, amit arról kaptunk, hogy egy madarat megtaláló, a saját kertjébe talált egy sérült, kitekeredett nyakú, haldokló, agonizáló madarat, és ránk írt, hogy most akkor ugorjunk azonnal, és menjünk el, és beírta a címet, hogy hova is kell mennünk a madárért. És már nem értünk oda, és a madár elpusztult, ahogy az első leírásból, az első e-mailjéből már ki is derült, tulajdonképpen haldoklott a madár. Utána kaptunk egy rendkívül udvariatlan, durva, arrogáns, bántó e-mailt arról, hogy mi milyen rossz emberek vagyunk, mert nem mentettük meg a madarat, és a mi lelkünkön szárad ennek a madárnak a halála. Én világosan elmondtam a telefonba, és elmagyaráztam neki, hogy nem megyünk madárért, mert nem tudunk, nincs rá pénzünk, gyógyszerre költjük, és nem benzinre. Nem telefonálgatunk, mert nincs ügyintézünk jelen pillanatban. Tehát egész egyszerűen nincs arra emberem, hogy 24 órán keresztül fölvegye a telefont, és elmagyarázza az embereknek, hogy mit kell tenni. Viszont van egy 24 órás telefonközpontunk, amelyik folyamatosan elmondja 24 órán keresztül, éjjel-nappal bárkinek, hogy pontosan mit kell tenni, hova kell vinni, hogy tudja megmenteni azt a madarat. Nagyon-nagyon rossz érzés, amikor azért szidnak le minket, hogy nem vettük fel a telefont, hiszen kivegye fel a telefont, vagy műtök, vagy telefonálok. Ez nem egy 100 fős hatalmas kórház, ez nem egy állami finanszírozású hatalmas intézmény, ez egy picike kis kórház, nagyon-nagyon sok munkával, nagyon-nagyon sok önkéntes munkával, áldozattal, erőfeszítéssel, de nagyon kevés emberrel, alig néhányan vagyunk, és nekünk minden alkalommal el kell döntenünk, hogy gyógyszert veszünk, vagy beülünk az autóba, és elmegyünk egy madárért, fölvesszük a telefont, vagy inkább megműtjük azt a madarat, etetünk, itatunk, gondozunk, takarítunk, vagy beszélgetünk, és azt a döntést hoztuk, hogy 24 órában inkubátoron keresztül át tudjuk venni a madarakat, és valóban el is látjuk őket, és 24 órán keresztül tájékoztatjuk is az embereket, hogy hogyan kell madarat menteni a telefonunkon keresztül. De a telefon úgy kezdődik, a telefonos üzenetünk úgy kezdődik, hogy nem vesszük fel a telefont, mert nem tudjuk felvenni a telefont, és kérjük, hogy hallgassák meg az üzenetet. Ezek után elszídni, elmondani mindennek minket, nagyon-nagyon rossz érzés, és nagyon-nagyon elveszi az ember kedvét a további munkától. Ebben a kórházban, csak ezen az egy telepen, reggel 3 óra, este körülbelül 1-1,5 óra az állatoknak csak az ellátása. Ez azt jelenti, hogy egy embernek több mint 4 órája azzal megy el, hogy csak az állatokat megeteti, kitakarítja, gondozza. Ez az esetek jelentős részében rám hárul, a feleségemre, és egy vagy két nagyon-nagyon segítőkész és tényleg önfeláldozó önkéntesünkre. Mindannyian munka mellett tesszük. És amikor ez a 4-5 órás munka megtörtént, utána kezdődnek a műtétek. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!